a lányom tankönyveivel kezdődött, amit döbbenten és porig sújtva tartottam a kezemben. Rémes. Ha ez Gutenberg előre tudja, soha ki nem találta volna a könyvnyomtatást. Ki az a Gutenberg? Ne Gutenbergerezz, hanem ezekről az iszonytató, rémületes, gyalázatos szamárfülekről beszélj. Te kezdted a Gutenbergezést. Bennem meg viaskodott a felfellobbanó következetesség, a lelki ismeret furdalással. Egy szóval maga a pedagógia csődje voltam. Te ugye azt képzelted, hogy ezeket a szamárfüleket én csináltam. Miért, talán a padszomszédod? Vagy kötelező az iskolában a szamárfülezés? Külön szamárfülező óráitok is vannak? Most ne viccelj! Fontosat akarok mondani. Nem hallottál még sosem éjszaka surrogást és motoszkálást? Dehogy nem. Na és tudod, ki surran és motoszkál? Ki? Hát a szamárfülező Manó. Bebújik szépen a kulcsikon, és hip-hop szamárfülez is. Tegnap is itt járt a harmadik emeleten. Már a nyelvemen volt, hogy akkor az én könyveimet miért nem szamárfülezi ki ez a fránya Manó, amikor megvilágosodott az agyam. Te, lehet, hogy ez a szamárfülező Manó hordja el a félpár zokniainkat. Hát persze, nem tudtad? Csak azt nem értem, mire jó neki a félpár zokni. Mert fél lába van. Azaz nem fél lába van, hanem egy lába. Fél lába akkor volna, ha valaha kettő lett volna neki, de sosem volt. Így született, egy lábú Manó. Úgy ugrál, mint egy kenguru, és szükség esetén repülni is tud. És szamárfülez és lopkodja a félpár zoknikat. Bizony, múltkor is kitörte az összes ceruzám hegyét. Ma reggel találtam az arcomon egy új ráncot. Ide nézz, itt. Lehet, hogy ezt is a te egy lábú Manód véste ide? Lehet, ráncvésést is csinál. Meg hajat is fest. Beoson és őszhajszálakat varázsol az ember hajába. Meglazítja a fogakat, tompítja a látást. Kis szúrófájdalmat cseppent a térdbe, a derékba és a homlok mögé, hideg kézzel matat a szív körül. Ajaj, elég rettenetes Manót találtál ki. Én? Kitaláltam? De hiszen nem találtam ki, kérdezd meg akárkitől. Hát megkérdezem. Önökhöz is jár ez az egylábú Manó? Szamár fülez?